Hétfőig dönt az RMDS a régió átszervezésről. A 8 nagy régiót, valamint Hargita és Kovászna megye különleges státuszát tartalmazó javaslat megvitatása a szombati SKT egyik legfontosabb napi rendi pontja. Egyelőre azonban úgy tűnik, a területi vezetők nem támogatnák ezt az elképzelést. A legutóbbi régióátszervezési javaslat szerint 8 nagy megyére osztanák Romániát, ezek mellett Hargita és Kovászna megye a közigazgatási átszervezés után is önálló megyeként működne, mondta el televíziónknak Markó Béla miniszterelnök helyettes. Egyelőre úgy tűnik, az RMDS területi vezetői nem támogatnák ezt az elképzelést sem. Seres Dénes, a Szilágy megyei RMDS elnöke elfogadhatatlannak tartja a javaslatot. Messze menően nem tudunk egyetérteni az elképzelt megyésítési variánssal, hiszen ez azt jelenteni, hogy a Pártium, a Szilárdság, Bihar, Szatmár, Kolozs, Máramaros és Beszeten a Szód megye egy nagyon nagy megye lenne. Az odafigyelés a kisebb településekre, a volt megyékre ugye nagyon hiányos lenne. Az EMNT és az MPP is egyértelműen visszautasítja a Hargita és Kovászna megye különleges státuszát biztosító régió felosztást. Abszolút álmegoldás, és csak arról szól, hogy néhány napig erről folyjon a közvita. Nyilván, hogy nem elfogadható ez a megoldás, nem is azért dobta be az, aki kitalálta, hanem azért, hogy ennek a hátterében esetleg lehessen érdemi tárgyalásokat folytatni, vagy éppen el lehessen adázni a megoldást. A Maros megyei RMDS-nek, amely talán a leginkább érintett a 8+2-es régió felosztásban, egyelőre nincs álláspontja, a végső döntést pedig a szombati marosvásárhelyi SKT-n hozzák meg a szövetségi képviselők.